Ezek a felvételek idén áprilisban készültek, akkor kezdődött meg a kerítés építés előkészítése a magyar román határ szabolcsi szakaszán. Többnyire mezőgazdasági területekből kerítettek letszölöpökkel egy-egy részt ott, ahol szükség esetén megépülhet a kerítés. A miniszterelnöki főtanácsadó erről is beszélt a népszavazás tétje című nyiregyházi rendezvényen. Bakondi György kiemelte az elmúlt időszakban igaz kisebb számban de megindult egy migrációs mozgás Szerbiából Romániába, onnan pedig Magyarország felé. Itt az a legfontosabb, hogy egy új migrációs útvonal, ezek ugye kísérletek, embercsempész csoportok, csoportokat mozgatnak az embercsempészek, hogy hol találnának gyenge pontot. Ha és amennyiben ez útvonalná alakulna, tehát az a több százas napi mozgás, vagy több ezeres napi mozgás, amit a szerbszakaszon tapasztaltunk, emlékezzenek vissza a 8-10 ezer fő naponta mozgásra. Ha ilyen változás következne be a helyzetbe, akkor természetesen a magyar kormány készen áll intézkedni. Most intézkedett a kormányzat, hogy 3 ezer fővel növeljék a rendőrség létszámát, megerősítjük a szerbszakaszon a kerítést, újabb technikával szereljük föl. És hát itt a román határszakaszon pedig megtörténtek a mérnöki munkák, tereprendezés tehát a térségben, raktárakban vannak a kerítés elemek, tehát ha egy politikai döntés születik arról, hogy a védelem érdekében ezt meg kell tennünk, akkor a Magyar Honvédség órákon belül képes elkezdeni a kerítésépítését. Reméljük, hogy erre nem kell, hogy sor kerüljön. A miniszterelnöki főtanácsadó arról is szólt, tavaly 400 ezeren haladtak át Magyarországon, összesen 104 országból. Ám a jelenség nem állt meg, naponta százas nagyságrendben tesznek kísérletet az állam jogellenes átlépésére. Bakondi György hozzátette, az elmúlt időszakban Nyugat-Európa belbiztonsági helyzete sokat romlott. Mint mondta, csak július 14-e és 26-a között mintegy 100 ember halt meg. A legtöbb terror terrorcselekményt vagy éppen nők elleni erőszakot olyanok követték el, akik a határellenőrzés hiányosságai és a több tekintetben késedelmes uniós döntések miatt kerülhettek Európába, Véli Bakondi György. A főtanácsadó hozzátette, hasonló helyzetet nem szabad megengedni Magyarországon, ezért is fontos az október másodikai népszavazás.